Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, végre jöjjön egy kis Call of Duty Advanced Warfare. Ez a leges első játékom, úgyhogy semmi ne lepődjetek meg, jó? Szeretem fontosnak vélni az első játékot, úgy gondolom, hogy ez egy tapasztaltabb játékosok nagyon sok mindent tud mondani egy leges-legelső játék, ezért is láthatjátok ezt most, és ezen ne lepődjetek meg, tehát erre nem szállítottam itt. Szóval sok mindent el tud árulni egy első játék. A játékosok mozgáskultúráját, pályaszerkezetet nagy vonalakban, és hogy mire lehet számítani. Rögtön egy első játék nagyon-nagyon sok mindent ki tud deríteni, úgyhogy egy első játék nagyon-nagyon meghatározó is tud lenni a további játékok szempontjából, úgyhogy én ezért vélem fontosnak ezt az első játékot, és ezért is láthatjátok ti is, úgyhogy későbbiekben természetesen mélyen bele fogunk menni sok mindenbe, és nagyon sok dolgot észrevettem már, és fogunk beszélni róla. Mindent a maga idejében, lehet, hogy névire várunk egy-két jel, hogy a játéknak kijön egy-két patch, és utána beszélünk róla, de mindenről szó lesz. Egyelőre jöjjön egy ilyen első pár játék utáni értékelés vélemény. Hogyan is látom én ezt az új Cold Advanced Warfare-t? Emlékszem, hogy annak, amikor Cold 4 után MV2 megjelent, hatalmas váltás volt, az új killstreakek, a perk rendszer, a játékmenet, egyszerűen ez egész fantasztikus volt, és hatalmas váltás volt a 4 és a 2 között, és ez nagyon jót tett a Call of Duty-nak, és abban reménykedtem, hogy meglátom ezt a váltást itt Call of Duty Advanced Warfare-ben. És tudjátok, amikor a nagy almás rétesítésed, vagy a boltban vásároltad, és a COD és MV2 közötti váltás, ez nagy rétese volt, és hát a Ghost és E közötti váltás, vagy Black Ops 2 és Advanced Warfare közötti váltás, hát, na. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy de mégis van egy váltás, és az igazság, hogy teljesen őszinte legyek, az pedig tényleg valóban ez az exoruhás mozgás hozza meg. Szóval az ugra-bugrálás része hatalmas szerepet játszik, vagy lehet, hogy csak az én szememben, hatalmas szerepet játszik a játékban, és hihetetlenül megbonyolítja az egész, nem hihetetlenül megbonyolítja, egyszerűen kicsit jobbá teszi a csaták kimenetelét, van időt reagálni dolgokra, és gyakorlatilag megengedi, hogy egy másik, tehát egy Call of Duty-tól teljesen elszokott, nem megszokott módon harcoljunk. És ez jól tett a Codnak. Tehát ez az egy dolog, hogy egy ilyen mozgáskultúrát kitaláltak a Codnak, ez jót tett neki. Szóval ez az exoruhás dolog, ez nagyon rendben van, nagyon jól ki van találva, és ez a mozgás, ez jó. Főleg azért, mert ahogy észrevettem, a különböző kicsúszások, beszúszások, magasra ugrások, ezek nagyon-nagyon magas szerepet fognak játszani. Például, nem tudom, őszintén mondom nektek, eddig jó pár meccs alatt nem jöttem rá, hogy hogyan aktiválódik, nekem valahogy reflexből jön, ösztönből, valószínűleg úgy nyomom meg a gombot, de például az oldalra kicsúszás, ha valaki leírja, hogy tudatosan hogy kell azt aktiválni, akkor önnek hálás vagyok, mert eddig mindahányszor kerültem szorult helyzetbe, reflexzerűen nyomtam rá úgy a gombra, hogy oldalra kicsúszott és megúsztam a verseny gyakorlatilag, és annyira meglepődött, hogy kicsúsztam, lőjél már, tehát így ha valaki tudatosan tudja, hogy kezd bekapcsolni, még nem néztem be semmilyen beállításokba, semmivel azonnal belevetettem magam a csatába, pontosan azért, hogy mondtam, hogy az első meccs lényegesen fontos a további meccsek szempontjából, és hogy milyen élmény ér elsőre, az nagyon fontos a további. Tudjátok, mint amikor elveszíted a szüzességed, az első szex a legmeghatározóbb az életedbe. Ezt mondom a fiataloknak is. Na, jó van. Lényeg az, ja igen, némi lag előfordul még a játékban, de szerintem majd kiküszöbölődik. Hol akartam tartani? A fan mérték. Beszéljünk egy kicsit a fan mértékről. Tehát, hogyha nem volna benne ez a... Ha nem lenne benne ez a...
az exoskeleton mozgás, ez az ugrabugrálás, kicsúszás, becsúszás, félrecsúszás, és a különböző speciális képességei az exoskeletonnak, akkor ez egy ugyanolyan megszokott és unalmas Black Ops 2-szerű Call of Duty lenne. A grafikán semmi nem változott, tehát az én észrevétem alapján lehet, hogy azért már helyből beállítottam a magam megszokott beállításokat, de ugyanolyan ronda, mint a Black Ops 2 egyelőre. Viszont mégis jól éreztem magam valahogy játék közben, szóval lehet azért, mert új volt, lehet, hogy már rengeteg időt töltöttem Battlefield 4-ben, meguntam, untam a Black Ops 2-t, Call of Duty Ghost nem volt az igazi, egy jó Call of Duty volt a Ghost, de mégsem az igazi, és most itt van ez is, végre, hosszú idő után, egy játék sem jött ki, és kijött a Call of Duty Advanced Warfare, és bám, és nesze, és szórakoztam, jól szórakoztam vele. Fegyverek tekintetében, eddig csak ezt a gépfegyvert használtam, eddig hallottam már olyan pletykákat, hogy egy-két fegyver overpowered, ezen nem vagyok meglepődve, minden Call of Duty-ban eddig volt egy fegyver, ami kezdetben overpowered volt, majd aztán nerfölték, stb. Erről még nem fogok nyilatkozni, melyik fegyver overpowered, vagy melyik fegyver nem overpowered, ez idővel úgyis patchelnek egy csomó fegyveren. Maradjunk annyiban, hogy valószínűleg vannak overpowered fegyverek, mint ahogy eddig az összes Call of Duty-ban, és majd ezeken úgyis javulnak, vagy éppen rontanak a helyzetet. Eddig az ölés és sebesség rendben volt. Szóval eddig minden, amit én így kipróbáltam, megfelelően megvan csinálva, és gyakorlatilag nem vértem különösebb hibát felfedezni, a langot leszámítva. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ez a Call of Duty, hát igazából egyre lejjebb megy a Call of Duty egyre lejjebb megy a maga szintjén, és kb. Olyan ez, mint egy elcsesztett Titanfall, csak titánok nélkül. Mondtam, hogy ellopom a szöveget, mert ez jó megvilágítás tulajdonképpen. Nem mondanám, hogy elcsesztett Titanfall, csak mondanám azt, hogy Titanfall titánok nélkül. Némileg ugye, hogy nincs falon futás, tehát ebben lényegesen különböznek, nem is hiányzik annyira. És ez azt hiszem, hogy igencsak megzavarja a hagyományos Call of Duty szemlélőket. És ugrabugrálnak az emberek, de még nem igazán tudják, hogy kezelni. Legalábbis észre lehet venni, hogy ki az, aki kódjátékos, és ki az, aki már más játékkal is játszott, mint például a Titanfall. Mert érezhetően a tipikus kódjátékosok a földön mozognak, ami nagyon megkönnyíti azoknak az életét, akik hozzá fognak szokva mondjuk egy kis Titanfallhoz, vagy eleve egy ugrabugrálósabb játékhoz. Úgyhogy fantasztikus, hogy át fog alakulni a mezőny, és itt még könnyen előfordulhat, hogy a legrosszabb játékosból lesz a legjobb játékos, egyszerűen azért, mert hozzá van szokva egy parkürőzési metódushoz, úgyhogy meglepetések helye várható azért ebben az új Call of Duty-ban, úgyhogy erre igazából kíváncsi leszek. Készleteket is fogtok látni, lehet, hogy még ebben a videóban berakom, legalábbis az első hármat, tehát mondom, az első szintől jutottam föl mostanra nagyjából a 20. szintre, és hát nem állította se készülék, se fegyver, semmi, csak gyorsan bele az első multiplayer élményre, egyrészt azért, hogy pozitív élményt tudjak magamnak szerezni, és nagyon, nagyon fontosnak tartom magam számára az első meccset, hogy elsőre pozitívan jöjjek ki, pozitív stattal, pozitív élménnyel, mert az nagyban meg fogja határozni a további játékomat is, és így fogok gyakorlatilag esélyt adni még a játéknak, hogyha egy pozitív kiértékelést tudok róla csinálni. Még egyszer mondom, nem új. Tehát aki arra számít, hogy új, ez fantasztikus kód lesz, nem. Viszont, ide mindig beleestem. Viszont az exoskeletonos mozgást egy új játék stílus lehetőségét adja Call of Duty címén belül. És aki masszív kód rajongó ennek, annak ez új lesz. És hatalmas szórakozás ebből a szempontból. Például nekem, aki Titanfall-al játszik, nekem, én már alig vártam, hogy a Call of Duty világában meg
megtapasztaljam ezt, hogy kíváncsi voltam nagyon, hogy a kogyjátékosok ehhez hogy állnak hozzá. És van, aki tudja kezelni, van, aki nem, és átalakul egy kicsit, nem nagyban, egy kicsit, a COD még mindig COD maradt, nem olyan hatalmas a váltás, mint COD 4, MB2 között volt, de pont megfelelő borsózás ahhoz, hogy jól szórakozzunk, addig, ameddig kijön valami jobb játék. Mert el kell ismerni, ez a Call of Duty előrendelésekben rosszabbul teljesített, mint a Destiny például, és ez azért elég kiábrándító egy kódra. Sajnos lemegy a kódnak az ideje, viszont ahogy elnézem, eddig ez sem egy rossz játék. Ölni viszonylagosan gyorsan lehet, nem olyan gyorsan, mint Cold Ghost-ban, nem is olyan lassan, mint Black Ops 2-ben, egy jó arányt találtak meg eddig, én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ezt így meg is fogják tudni tartani, és rendben lesz erről a részről a dolog, szóval srácok, ennyit elsőre, még egyszer mondom, jó a játék, élvezetes a játék, egyszerűen nehéz, tehát nem új, de mégis új, de csak és kizárólag a mozgás miatt, meg az exoskeleton speciális képessége miatt nagyon jó. A gránátkilövés fantasztikusan gyors és jól néz ki, tehát ilyen apró cseprő újítások vannak a dologban, amitől új hatását kelt ide a mozgással, mindenképpen egy új és egy új világot nyert a Call of Duty maga. De aki Titanfall-hoz hasonlítja például ezzel az ugrabugrálással, nyugodtan megteheti, és van hasonlóság, csak a Call of Duty berkei világán belül ez egy újdonság, és emiatt némileg át fogja alakítani a játékot, mint a kompetitív, mint a hub játék részét, de ezek majd későbben kiderülnek. Ennyit az első élményekről, hamarosan jönni fognak egy csomó videók, elindítom az új műsort, és azt hiszem az 1v1 technikák műsorom is, ami majd fog következni ebben a Call of Duty-ban, egy új lehetőséget fog takarni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!